Vesküsz, hogy még a síráskod el? Sziasztok! Április 10-e van ma, itt vagyunk ismét a háznál. Nagy izgalmakkal megérkeztünk, mert nálunk még ez a kijárási tilalom van, de csináltunk ilyen papírt, hogy saját felelősségre jövünk a házhoz, hogy tényleg csak mi ketten vagyunk, nem találkozunk senkivel, a szokásos sztori, és még eddig nem állítottak meg a rendőrök, szóval szerencsések voltunk. És mi a terv mára? Tegnap elkezdtünk már porszívózni a lakásban, mert nagyon nagy a por, és ma folytatjuk, még maradt az emelet. És utána elkezdjük a falakat bekenni valamilyen szerrel, hogy majd jobban fogjon majd a festék. Ez a mai terv, hogy azzal a szerrel befestjük a falat, és utána kezdjük az első réteg festékkel, ami fehér lesz, vagy fehér falaink lesznek. És szerintem holnap fogjuk majd a második festést megcsinálni. És ma délután tudjuk meg, hogyha jövő héten, vagy azután lévő héten fogják letenni a hideg burkolatot és a parketet, azaz a meleg burkolatot. Attól függ, hogyha az a bácsi ember, akivel beszéltünk, ha elfogad egy más munkát, amire már oda ígérkezett, vagy sem. Ezt ma este fogjuk megtudni. Nagyon remélem, hogy hétfőn neki tud állni a munkának, mert hogyha nem, akkor azt jelenti, hogy egy hét késésünk lesz. De mindegy, a lényeg az, hogy megcsinálja, vagy jövő héten, vagy azután jövő héten, de reménykedek a jövő hétben. Na most történik a keverés. Ezt a valamit össze kell keverni vízzel. És ez fog menni először a falra. És utána jön az első réteg festék. Kezdődött az első fázis. Most tesszük fel a falra ezt a valamit, hogy majd jobban tapadjon a festék. Én csinálom itt a lenti falakat, és Florin itt fent. És kezdődhet a festés. Júj! Jó sűrű ez a cucc. Ez két rétegben fog jönni a falakra, és akkor fog majd jól látszódni, de most még az első rétegnél tartunk. A két segítőtárs. Na hát már úton vagyunk hazafelé. Most van 4:48. Reggel 9-re voltunk itt. Hát nagyon sok a munka, de nem bánjuk, mert hát értünk, csináljuk a mi kis házunkért. Lent, a földszinten már majdnem megvagyunk a festésen, hát majdnem az túlzás. Szépítettem a dolgokon. Hát a nappali rész és egy pici konyha rész az már megvan, és hátra van még a teljes konyha, az előszoba, a vendégszoba, a fürdőszoba és a kis spájz rész. Ez marad holnapra. Holnap nem maradunk olyan sokáig, mert vasárnap húsvét, és holnap délután fogunk tojást festeni Florinnal, mi ketten otthon. Ez a húsvét nagyon-nagyon más, mint az elmúlt években. Nagyon szomorú vagyok emiatt, hogy nem vagyunk otthon Karinékkal, és nem festjük együtt a tojást, mert tudnivaló, vagy nem tudjátok, vagy nem, akkor most elmondom, hogy mi minden évben együtt festjük a tojást, én, apa és Karin. Ez egy ilyen gyerekkori hagyomány, és sajnos most ez megszakadt. De hát ez van, a vírus miatt nem tudunk hazamenni. Beszéltük, hogy FaceTime-on fogunk együtt tojást festeni, és holnap rövidebb napunk lesz. Holnap még videózok, ígérem, és jelentkezem holnap. Valaki nagyon elfáradt. És itt a férjecském. Hello! Hello!
Most jön egy kis szünet, kávészünet. Nagyon jól állunk, képzeljétek, két réteg festék van most a falakon. Számítunk egy harmadikra, és talán még egy negyedikre is. Nagyon jól néz ki nekünk, nagyon-nagyon tetszik. Így, hogy most fehérek a falak a nagy ablakokkal, sokkal jobban mutat, közeledik ahhoz, amit elképzeltem. És majd lent lesz a meleg burkolat, a barnás fás, amit mutattam nektek előző vlogokban. Szerintem nagyon-nagyon jól fog mutatni. De mondom, még nincs kész, szóval még van egy festés vagy két festés, ezt még meglátjuk. A konyhát nem csináltuk egyáltalán, mert oda jönnek a fiúk, akik fognak dolgozni a konyhába, és majd utána fogunk festeni. Először tegyék a hideg burkolatot, tudjátok, nem tudom, hogy mi a neve. A lényeg, hogy ezt a csempét, ezt a Metro Blancot, és utána meglátjuk, hogy hogy festünk. És itt lesz az ebédlő rész. Ja, imádom ezt a rész a házban. Megérkezett Fifi is, egy kis vakarózás. Jaj, valaki hív, szerintem apa, megküldtem neki is egy videót. Igen, ő az. Halló! Hey, szia, bugár! Képzeljétek, hogy nő a fű. Nézzétek. Annyira örülök neki. Nem tudom, mennyire látjátok. Itt van Maxi is, meg Fifi is. Hello, Maxi. Hello, Fifi. Igen, nő a fű. Annyira boldog vagyok. Jaj, milyen egy nagy utózás, Maxi. Jaj. Képzeljétek, április 16-a van ma, és jönnek a fiúk letenni a hideg burkolatot. Nagyon boldog vagyok, hogy ez ma megtörténik. Állítólag 2-3 nap alatt ezt megcsinálják, és ha minden jól megy, jövő héten már teszik a meleg burkolatot, a parketet. El se hiszem, hogy ide eljutottunk. Mi meg festünk fent, felmentünk az emeletre, a gyerekszobába és a mi szobánkba, szóval most azok a szobák következnek. Jól haladunk, tényleg végre elérkeztünk ahhoz a vloghoz, amit mindig is ígértem, hogy tényleg izgalmasabb lesz mindenki számára. Na hát elmentek a fiúk, és meg szerettem volna gyorsan mutatni, hogy hogy állunk most. Tudjátok, meséltem, hogy ide fölülre fog jönni bútor, és ide alulra is, oda is, és itt majd lesz a kagyló, mosogatógép, stb. És itt az ablak körül fogunk csinálni egy ilyen keretet fából szerintem, vagy ezt még meglátjuk, mi nem döntöttük el. És azt a részt pedig azt is eldugjuk valahogy, valamilyen módon. És így néz ki jelenleg a kis fürdő, hát nem tudtok rájönni sok mindenre. Ez a hideg burkolat, amit meséltem nektek, szerintem nagyon szép. Nagyon jól fog menni a meleg burkolattal, a parkettel, mert az, tudjátok, ilyen barna, fa-szerű, és ez meg ilyen krém, bézs, kis fehér foltokkal, de nem nagyon látszik, szóval nem ilyen erős. Szerintem nagyon jó lesz. Ott lesz majd egy vécé, és itt egy kis kagyló, kis szekrénnyel valahogy. Ezt majd mi meglátjuk, hogy hogy lesz, mint minden mást. Gyorsan én meg szeretném mutatni, hogy hova jutottam a málna részen, mert ez itt málna volt. És mi ezt levágtuk, amikor miénk lett a ház, de persze kinőtt ismét, mert úgy tudom, hogy a málna, nem úgy biztos, mert látom, a málna visszanő, bármi történne. És egy részét meg fogunk hagyni, itt ezt a sarkot gondoltuk málnának,
és a többit ki szeretném szedni. Mint láthatjátok, sikerrel jártam, de egész nap ezt csináltam, tényleg szinte alig szüneteltem, de nagyon izgalmas, mármint, hogy látok egy ilyen nagy gyökeret, és akkor jobbra-balra mennek a kis ágak, vagy nem tudom, hogy mondjam nekik, de értitek, mire gondolok. Nagyon izgalmas ezeket nekem itt kiásni. Még van mit csinálni, nem mondom, hogy nem. Ezzel fogom szerintem a holnapi napomat is tölteni. De izgalmas, nagyon szeretek ásni, rájöttem. És itt a két jó madár, Max és Fifi. A fiúk amúgy nagyon jól haladnak, már a fenti fürdőnél tartanak. Szerintem jövő hét elejére kész is lesz, már alig várom, de megmutatom, hogy állnak most. Na hát, így állnak a fiúk a nagy fürdőszobában, az emeleten. Jónak tűnik, én nem értek annyira még hozzá, mert ez ilyen technikai dolog, tudjátok, ezeket a dolgokat csak a férfiak látják, hogy jó vagy sem. Florin azt mondta, nagyon jól feltették a fiúk. Én majd esztétikailag fogom látni, amikor tényleg teljesen minden kész lesz. Itt undorító ez a fal, alig várom, hogy ezt is lefessük, meg persze itt mindenhol még kell festeni. Nem tudom, hogy gondolták, hogy ezt a színkombinációt, ez a fehér és narancsárga. Na hát mindegy, amúgy rég volt építve ez a rég. Hát egy olyan 10 éve építették ezt a házat, szóval akkor még lehet, hogy divatban volt, de alig várom, hogy megszabaduljunk a narancsárga faltól. És készen van a mi hálószobánk is. Annyira világos a szoba, annyira szép ezekkel a nagy ablakokkal, és nagyon szépen lefestette Florin, ő ezzel foglalkozott a napokban, én meg kint a málnával, hisz tudjátok, láttátok, de nagyon-nagyon jól néz ki. Alig várom, hogy már itt legyen az ágyikónk. De jó lesz, alig várom, hogy többet tudjak nektek mutatni. Na hát, április 25-e van ma. Képzeljétek, én már nem voltam a házal olyan 3-4 napja, és elkezdték a melegburkolatot, a parketet, és be is fejezték, és én még nem láttam. És most fogom meglátni először. Nagyon kíváncsi vagyok, csak képeken láttam, meg videóba küldte Florin, de hát tudjátok, más az, amikor személyesen látja az ember. Szóval együtt fogjuk először látni ti az én reakciómat, és utána megmutatom nektek is. Jaj, már láttam itt jobb oldalt. Uram is, nagyon izgulok. Ja, Istenem! Júj! Uram Isten! Esküszöm, hogy még a sírás kapnál! Júj, de jó! Lássuk az emeleten! Jó, el se hiszem! Ugye bemutatom nektek is. Ja, Istenem! És a fürdő is le van festve, mármint a falak, és még azt sem látom. Ez is egy első. Fehérek a falak! Tudok a málna projektet. Hát itt azt, hogy káprázik a szemem, amikor itt megint kinőtt a málna, itt is. Itt is, itt is, és ott is, és mindenfele. Hát, ez hihetetlen, ez a málna. Borzalmas ebből a szempontból, hiába dolgoztam. Az első fűnyírás, április 25. Jaj, de jól néz ki már így, hogy nem olyan nagy a fű. Oh. Na, készen álltok, hogy lássátok a nappalikat? A meleg burkolattal, itt a kezem, mutatom! Teljes mértékben imádom. Szerelmes vagyok ebben a nappaliban. Annyira jól mutat ez a meleg burkolat. Jaj, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt választottuk, ezt a színt. Egy nagyon meleg szín, és szerintem még otthoniasabb lesz az egész. Kint vannak a fiúk, csodálatos ablakok, ismét, és készen van a konyha részen is a hideg burkolat, talán, tudjátok mire gondolok, ez a végleges kinézet, habár éppen nem hazudok, a fuga, ami itt közte van, még egy árnyalattal világosabb lesz száradás után, de nagyon jól mutat. Tudjátok, majd ide fog jönni egy keret, az ablakkeret,
És itt azért zöld még minden, mert nem fogjuk kifesteni, mert időnek a bútorok, szóval nincs értelme még ezzel kínlódni. Nagyon-nagyon jól mutat. És ami nagyon-nagyon fontos volt számomra, hogy itt hogy vannak ezek az átmenetek, úgymond, hogy átmész a konyhába, átmész a nappaliba. Általában tudjátok, hogy szokott itt lent lenni plinta románul, magyarul, nem tudom sajnos a nevét. Hát ilyen átmenő, egy valami, egy sáv, és nincs. Képzeljétek, hogy a fiúk megcsinálták, hogy folyamatosan menjen a meleg burkolat, aminek annyira örülök, hogy el nem tudom mondani. Minden szobánál ugyanígy van. Ez lesz a vendégszoba. Nagyon-nagyon jó. Tada! Nem tudom, mennyire jöztök rá. Mindent nagyon lehet rájönni. Itt megvan a fugázás. Fugának mondják, ugye? Szerintem igen. Szóval itt is ugyanaz a fuga, mint a lenti fürdőszobában és a konyhában is. Ugyanazt a fugát használtuk, szóval még világosabb lesz, egy árnyalattal kb. Úgy mondták a fiúk, de szerintem nagyon jól mutat. Ezen a részen a középen van az ablak, itt és ott lesznek majd a kagylók, a tükrök, és majd egy ilyen nagy bútor rész lesz itt. Csinálta nekünk egy bácsi Gyulafehérváron, de már meséltem nektek, hogy nem tudtuk felhozni a kijárási tilalom miatt, de állítólag május 15-e után már nem lesz ez a kijárási tilalom, egy picit engednek a dolgokból, és majd lehet járkálni ide-oda, és akkor majd felhozzuk Bukarestbe. Szóval ez a fürdőszoba. Imádom! El szeretnék köszönni innen a hálószobánkból, mert szerintem lett elég anyag, hogy csinálj nektek egy szuper videót. Remélem, hogy ez már izgalmasabb, mint a többi. Nekem a többi is izgalmas volt, de ez talán azért valljuk be izgalmasabb mindenki számára. És igen, leszeretném zárni ezt a videót. A következő szerintem minden hamarabb fog jönni, mert jövő héten rendelem a konyha részt, meg az ágyakat, meg stb. Az IKEA-ról. És jövő héttől számolva 5 nap, 1 hét míg kiszárítják. Szóval hamarosan következik a következő házasságunk vlog videó. Remélem, hogy tetszik ez a sorozat nektek, és hogy velünk örültök. Mi nagyon boldogok vagyunk, remélem, hogy minden hamarabb be tudunk költözni. De igen, szurkoljátok, hogy tényleg minden így menjen, ahogy elterveztük, és minden hamarabb legyen videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sok puszi! Sziasztok!